Két képzést is indít a rendőrség 2021-ben. Böröz Györgyről nevezték el a színház stúdió termét. Az UVS-re ellen ugrottak medencébe a dunaújvárosi vízilabdások. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is választjuk városunk legfontosabb híreit. Az idei évben is indít a rendőrség rendőrjáról szakképesítést adó 10 hónapos képzéseket. Január 31-ig még bárki jelentkezhet, aki megfelel az alapkövetelményeknek és szeretne járőr lenni. A részletekről a police.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Idén is indul rendőrjárőr toborzás, melynek részeként bárki leadhatja jelentkezését egészen január 31-éig. Az állomány frissítése rendkívül fontos. Erről Gránic Enikő, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság őrmestere beszélt stábunknak. Rendőr kell, igenis szeretnénk az utánpótlást biztosítani. A rendőrségnek mindig is szüksége volt, és szüksége lesz a megfelelő utánpótlásra, úgyhogy garantálni tudjuk a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét. 2020. szeptemberétől indult új rendőrjárőr képzésünk, ami idén is 2021-ben kétszer fog elindulni. A jelentkezési határidő a 2021 áprilisában induló képzésünkre, az 2021. január 31-e. Gránic Enikő a járőr képzés teljesítéséről is megosztott részleteket. A sikeres felvételt követően a képzés első két hónapjában már munkaviszonyt létesítünk, a harmadik hónaptól pedig hivatásos, próbaidős rendőrőrmesterek lesznek. A 10 hónap elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként kell közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, illetve határrendészeti szakterületen szolgálatot teljesíteni. Az őrmester a jelentkezéssel kapcsolatos alapkövetelményekre is felhívta a figyelmet. Magyar állampolgárság, 18 és 55 év közötti életév, az állandó bejelentett belföldi lakóhely, a büntetlen előélet, a kifogástalan életvitel, közép vagy emelt szintű érettségi, illetve az egészségi, fizikai és a pszichikai alkalmasság. Ezt mindennek meg kell felelni, és nyilván ezután fogják megkötni a szerződést a rendőrséggel. A rendőrség állományának feltöltése, az utánpótlás rendkívül fontos feladat, ezért idén 2021-ben két képzés is elindul, melyre várják a jövő rendőreit. Bővebb információt a police.hu-n, illetve a rendőrség közösségi oldalain találhatnak a jelentkezni vágyók. Országos viszonylatban is komoly problémakörről, a sajátos nevelési igényű esenés gyerekek helyzetéről kezdeményezett kerekasztal beszélgetést az érintett szervezetekkel, intézményekkel Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester, valamint Molnár Osztrocska Diana, az önkormányzat humán szolgáltatási osztály vezetője. A tanácskozásnak a Városháza közgyűlési terme adott otthont kedden délelőtt, és mindezt köszöntőjében Barta Endre hangsúlyozta, minden érintett munkájára szükség lesz a jelenleginél hatékonyabb és eredményesebb együttműködés kialakításához. A részletekről a Dunaújváros online-on olvashatnak az érdeklődők. Nagy veszteség érte a Bartók Kamara Színházat is, Böröz György, vagy ahogyan a színházi kollégák és barátai ismerték Gyugyó eltávozásával. Egy emberöltőnyi életet élt együtt a színházzal, és halála nagy űrt hagyott az egész intézmény szívében. Őze Áron, a Bartók igazgatója, Böröz György névre keresztelte a színház stúdió termét. Nagy űrt hagyott maga után Böröz György, vagy ahogyan barátai ismerték Gyugyó a Bartók Színházban is. Őze Áron igazgató ezért kollégájuk emlékére a Kamara Színház stúdió termét Böröz György stúdióra keresztelte. Szomorú aktualitása van, Böröz György díszítő kollégánk sajnos elhunyt koronavírus következtében. A temetésen is túl vagyunk már, és hoztam egy olyan döntést, hogy innentől kezdve a stúdió színpadunkat Böröz György stúdió színpadnak fogjuk hívni, és így
őrizzük meg az ő Gyugyónak az emlékét, így hívtuk mindannyian, hogy Gyugyó, Gyugyó emlékét. Úgyhogy perceken belül el fog készülni egy szép tábla az ő aláírásával. Az igazgató elmondta, sajnos nem először éli át egy kolléga elvesztését. Én egy ilyet megéltem már, nem is akármilyen névvel, mert a igazgatásom alatt a Magyar Színház, Pesti Magyar Színháznak a stúdiótermét Singov Csimre stúdióteremmé neveztük el, és ebből a szempontból nekünk, ha úgy tetszik, Börös Gyuri és a Bartóknak és valamennyi kollégánknak ugyanakkor a név Börös Gyugyó és Börös György, mint a Magyar Színjátszásnak Sinkovics Imre. És hogyha megkérdezi egy kollega vagy bárki, hogy ki volt ez a Börös György, akkor mi nagy örömmel elmondjuk és elmeséljük. A Bartók Kamara Színház története, Börös György története is. Minden pillanat a színházban emlékeztetni fog erre a nagyszerű kollégára, barátra. Ezt a búcsút befejezni is a legnehezebb. Írt a búcsú beszédében Őzáron igazgató. Az UVS elleni hazai összecsapással zárta az olimpiai kupa piros csoportjának küzdelmeit péntek este a Dual Marks Graphics női vízilabda csapata. Bár a két gárda nélkülözte válogatott játékosait, érdekes, izgalmas találkozóra volt kilátás. A hazai környezetben megrendezett olimpiai kupa mérkőzés elején a vendégek voltak pontosabbak, és már a második perc derekára két gólos előnyt szereztek. A második etap elején Brezoszki Gerda egyenlített, de egy percen belül duplázni tudott a vendégcsapat, de a negyed hajrájában ismét belehúztak a mélyeink, így a félidei szünetben 6-6-os állást mutatott az eredményjelző. A fordulást követően is az UVS-re szerzett vezetést, de a dunaujvárosiak nem engedtek. Így végül 14-14-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A büntetődobások során a vendégek céloztak pontosabban, így végül ők örülhettek a 17-15-ös sikernek, így a mieink a harmadik helyen fejezték be a csoport küzdelmeit. Én azt mondtam most a játékosoknak, hogy az, ami most történt, az nem edzés volt. Felkészülés volt, de nem edzés, tehát itt nem tanultuk a feladatokat, hanem egy dolgozatot írtunk abból, amit eddig tanultunk, és számot kellett adni arról a tudásról, amink van, és ez például a mi esetünkben valóban egy nagyon hullámzó történet volt, mert ugye játszottunk egy szerintem nagyon-nagyon jó Fradi meccset, ezt követően játszottunk egy könnyű honvéd meccset, majd elmentünk Egerbe, ahol azt gondolom, hogy azt a tanulópénzt is befizettük, hogy vízilabda szakzsargonban bedobtuk a fürdőruhát a medencébe, és akkor egyszer csak szembe találtuk magunkat egy olyan Egerrel, akit nem tudtunk lekövetni. Az UVS edzője elmondta, a két csapat találkozói mindig felfokozott hangulatban telnek. Az Újváros UVS meccseknek a nagy részére ez jellemző, tehát azért van egy olyan felfokozott állapot, beszéltük is a Mivel a meccs előtt, hogy itt nincs olyan barátságos meccs, tehát ez két olyan klub most már az elmúlt lassan 10 évben, hogy az Újváros ugye régebb óta, akik olyan presztízsű meccseket játszanak, és ebből a szempontból szerintem teljesen mindegy, hogy most itt voltak-e, ugye talán 6-6 felnőtt válogatott hiányzik a két csapatból, összesen 12, hogy ezt a hangulatot én nagyon örülök, hogy meg tudták tapasztalni a lányok. Úgy érzem, hogy ott ugye talán másfél perccel a vége előtt ott 14-12-nél ugye volt esélyünk, valószínűleg nem lőttük be eléggé a büntetőt. Utána ugye le a kalappal, mert az Újváros gyakorlatilag nem tudom, másfél-két perc alatt egyenlített, amit ők már számtalanszor bebizonyítottak, hogy látszik, hát tök mindegy, ki játszik, valahogy ők tudnak így egyenlíteni. Tehát ez ugye abszolút dicséri őket. Eközben a trieszti olimpiai selejtezőkben is rendkívül jól szerepelt a magyar női vízilabda válogatott, hiszen 13-11-re győzte le a hollandokat a négy dunaujvárosi játékossal felálló alakulat. Hazai környezetben a Vasas elleni összecsapással folytatta az Erste Liga küzdelmeit szombat délután 5 órától a dunaujvárosi Acél Bikák jégkorong csapata, melynek mindenképpen nyernie kellett volna a fővárosiak ellen, hogy életben tartsa reményeit a rájátszásba kerülésre. Hiába állt fel két gólos hátrányból, a hajrában teljesen szétesett, és végül 7-2-es vereséget szenvedett a Vasastól a dunaujvárosi Acél Bikák jégkorong csapata. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!